Tadak Barter oktatási rektorhelyettes, Pós Ándél Ászonomália Fődiszer helyettes oktatási igazgató, Napicsák Sándor tanárképzési főigazgató. Az egyetemek közül létező 14 képzési területből 12 képzési területen biztosítjuk a oktatást. A 24 doktori iskolával, mi nálunk van a legtöbb doktori iskola. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a számok tükrében egyetemünket nem áll rosszul. Őrizzük népszerűségünket, fontosuk, hogy tartsuk azt a színvonalat, azt a mindenséget, amit eddig produkáltunk. Azokról van szó, akkor és hát amit el kell mondani, hogy a mi számunkra elsősorban lelépni, ez ügyben igyekszünk tenni. Nemzetközi rangsoroknál van benne, hogy az első vagy a második vagy a valóban. Úgyhogy ezeket a leggyakrabban idézett nemzetközi rangsorokat tekintjük. Persze az integrált egyetemnek, ugye az intézménynek nehéz minden pontra legyen, nem egy évnek az adata. Végül pedig, amit még szeretnék szóba hozni, ez a most kezdődő héttel is kapcsolatban van, itt a kezünkben tartjuk a Dexpo-nak a programfüzetét. Mindössze arról szeretnék szólni, hogy miért jó debreceni diáknak lenni. Aztán olyan sem jelenik meg nyomtatott könyvformájában, és ez már így volt ugye az előző évben is. December 31-ig meg fog jelenni a felvi.hu oldalon a hivatalos felvételi tájékoztatóknak, mert innen szerezhetik a legfontosabb és a pontos információkat a felvételi eljárásokon. Adattól ellenben, mivel online felületen nyomon tudják követni a saját adataiknak a változását a diákok, ezért egy státuszlapot ki tudnak nyomtatni majd a rendszerből, ami minden adatuk rajta lesz. Jellemzéséről és a beiskolázási tevékenységünkről. Ugye tudjuk azt, hogy Debrecen ennek a régiónak a kiemelkedően fontos felsőoktatási intézménye, ezt számadatokkal is alá tudjuk támasztani. Az idei felvételi adatok alapján, ez nem csak a tanárképzésre, hanem az összfelvételi adatok alapján 165 város, 479 intézményéből vettünk fel diákokat. Legnépszerűbb iskolák azok a debreceni gyakorló gimnáziumok és partner iskolák, elég sok természetesen a környék városainak a iskolája is, az élmezőnyben Kelet-Magyarország, a nagyobb városok, Nyíregyháza, Miskolc fontos célpontunk. Iskola listáján a bronzérmes Máté Szalka és a hetedik helyezett Kisvárda. Ez mutatja, hogy mennyire fontos nekünk a Hajdú-Bihari régió mellett a Szabolcsi is, hiszen azokból a szabolcs-szatmári nagyvárosokból, vagy közepes városokból továbbra is nagyon sok diák jön, ahonnan a korábbi években, évtizedekben is jöttek, tehát nekünk, amikor a beiskolázási tevékenységről beszélünk, akkor különös rekordban fokozott figyelemmel kell lennünk ezekre a régi megbízható partneriskolákra. Későn nem is tanjuk is lesz, sok más egyéb kari és szervezeti egység tandjával együtt, ahol a fiatalok nyugodtan tudnak menni, kérdezni tudnak, egyéni problémáikat meg tudják beszélni, akár a képzéssel kapcsolatban, akár a továbbtanulással kapcsolatban, a külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatban, hogyan lehet nyelvvizsgát tenni, aztán pályaorientációs standunk is lesz, tehát ha nem tudja valaki eldönteni, hogy hol szeretne tovább tanulni, vagy milyen irányba szeretne elindulni, akkor amellett, hogy ott kérdőívek kitöltésével szakemberek segítenek, egy mini tréningre is beiratkozhat. Tehát a programok megismétlődnek mind a két nap, teljesen mindegy, hogy valaki szerdán tud eljönni, vagy csütörtökön, nem marad le semmiről, ugyanazokat az információkat meg tudja kapni mind a két napon.